egy picit somló, egy picit terroir, de inkább arról szól, hogy aki nem ismerte eddig a somlói borokat, az fogja, ebből megiszik naponta legalább egy üveggel, abban a pillanatban jó boros embernek minősül, egy üveg bort meg tud inni egy nap alatt. Ez egy nagy hírű, somlóhoz köthető olyan borfajta, ami máshol nincs. Könnyed, egy elegáns, érett fehérbort szeretne inni, eljön egyszerűen a somlóra, fog egy üveg juhfarkot, bármilyen húsokhoz, bármilyen ételhez, bármilyen alkalomhoz nyugodtan el tudja fogyasztani. Gasztró nagyon-nagyon szereti, mert rengeteg illat, íz és aromatikával rendelkezik. Itt Balatonszőlősön, itt a penkébe is meg tudja mutatni a Sauvignon Blanc, hogy miért is az egyik kedvenc bor. Két napja kóstoltam újra ezt a penke olasz rieslingünket, és ugye megvan benne, ami az olasz riesling, tehát egy rezedás, egy pici almás illat, ízvilág. Itt a Balatonon sok gyönyörű olasz riesling van, de én mindig a sajátomat iszom a legszívesebben. Fontos megemlíteni a hűtött acéltartályos erjesztés, aminek a lényege, hogy a gyümölcsösséget, az aromákat, az illatokat jobban meg tudjuk őrizni. Kékfrankos rozé esetében az a szőlő, amit vörösbornak szánnak, azt általában egy ilyen 2-3 héttel később szüretelik. Így viszont, mivel ez egy korábbi szüret, a savai kicsivel magasabbak. Mindenkinek ajánlom ezeket a borokat, ezekben a szép napsütötte tavaszi, vagy akár majd a koranyári időszakokra, a túrázáshoz, biciklizéshez.